Szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, ez az Ördögök, vagyis a Hidrofehérvár AV19 Klub TV-je. Olivier Roat láthatták egy pillanatra, mert hogy ő védett már október 26-án a Vienna Capitals elleni mérkőzésen is, amely során egészen érdekes sorozatba kezdett a fehérvári csapat, amely egymás után játszotta a hosszabbításba torkoló mérkőzéseket. Természetesen sárga mezben a vendég bécsi csapat, amely a 12. percben meg is szerezte a vezetést Niklas Vršl találatának köszönhetően. Zimmer tette vissza középre, a korongot Bradley csúsztatta tovább Vršl felé, ezzel pedig meg is szerezték tehát a vezetést a vendégek. Ez már a második játékrész eseménye, Hári szerez korongot, nem tud túljárni azonban a lövésével Starkbaum kapus eszé. Aztán Erdély Csanád lógott meg a szélen. Hasonló a helyzet az előző próbálkozáshoz. Az ő lövését is hárította az osztrákok kapusa. Aztán megint egy korongszerzés ezúttal mélyen. A támadó harmadban Bartal is ügyeskedne ott a kapu környékén. Aztán Terbocs lövését tudta végül is hárítani. Először Starkbaum, majd másodjára megint. Az egész akciót kiötlő Bartal is próbálkozott. Starkbaumnak volt át dolga bőséggel a második harmadban. Az egyenlítés azonban nem akart összejönni a fehérváriak számára. Nem úgy a harmadik játékrészben, nagyon közel már a mérkőzés végéhez. Az 53. percben járunk, amikor végül is Bartal is az, aki ki tudja használni ezt a kavarodást ott az osztrák kapu előtt. Mual és Campbell, aki egy gólpasszos, és ezzel a góllal végül is legalább a ráadást ki tudta harcolni tehát a Fehérvár. Az itt a Bocskai Gábor jégcsarnokban. Ezek tehát már a hosszabbítás pillanatai, és egy hatalmas lehetőség, ami kihasználatlanul marad végül. Hári hozta a helyzetbe Campbellt a túloldalon, a hátvéd azonban végül is nem tudott a kapuba találni. Úgyhogy a mérkőzés szétlövésbe torkollott. Nézzük először Matthew Bradley-t, aki nem tudott élni. A saját büntetője adta lehetőséggel, Roa remekül követte le a mozgását. Aztán jött Hári János, mondhatnánk papírforma szerint, belőtte a maga büntetőjét. Niklas Vršl, aki ugye a vezetést szerezte meg az osztrákok számára, Roan azonban nem tud kifogni. Valamúttal hárított végül is a kapus. Ez pedig azt jelentett, hogy a Petan belövi a maga büntetőjét, nyer a Fehérvár, már pedig ő nem puskázta el ezt a lehetőséget. Ez tehát azt jelentette, hogy a Vienna Capitals csapatát büntetőlövéseket követően legyőzték a fehérvári srácok. Amikor egy csapat 10 perccel a mérkőzés vége előtt egy gólos hátrányban van, akkor azért ritkán sikerül nyerni. De az, hogy meg lett az egyenlítés, és végül is a szétlövésben a győzelmet is megszereztük, ez azt mutatja, hogy remek munkát végeztek a srácok, kitartottak, még akkor is, hogy a támadásban nem egészen úgy ment a játék, ahogyan azt szerettük volna. Benne maradtunk, küzdöttünk, ott voltunk, izgalmasra tettük, és végül is nyertünk. Nézzük, hogy mit hozott ezek után két nappal később a Klagenfurt elleni mérkőzés, ezúttal fehér mezben tehát a fehérvári csapat. És már az első harmadban kis szerencsével megszerezhette volna a vezetést, ha Horváth Milan betalált, de aztán nem kellett olyan nagyon sokáig várni, mert már a 6. percben végül is Campbell lövésébe sikerül belepiszkálnia a kapu előtt Sarauernek, ezzel tehát előny a fehérváriaknál. Aztán egy újabb Campbell próbálkozás. A hátvéd viszont ezúttal nem tudott kifogni, Sebastian Damon, a rutinos dán kapus védett tehát a hazaiaknál. A túloldalon pedig Olivier Roat, neki Obersteiner próbálkozásánál kellett az első bravúrt bemutatni, még az első harmadban. Aminek még mindig nincsen vége akkor, amikor a 17. percben Finley lóg meg, Petan követi a túloldalon, és végül is ujjuttatja a kapuba ezt a korongot, hiába nyújtózkodik Dám. 2-0-ra vezetett már a Fehérvár tehát az első harmad végéhez közeledve. Ezek már a második játékrész eseményei és hazai próbálkozások egymás után, de azt is mondhatnánk, hogy Olivier Roat bravúrok egymás után. Itt először Hunderfug lövését kellett hárítania a kanadai kapusnak. Aztán Petersen kapott egy remek korongot, jóval közelebbről próbálkozik, ezúttal a lepkéssel sikerül rajta kifogni a Roának.
de óriási volt a nyomás, az már ezekből a képekből is kiderült a fehérvári kapun. A második harmadban ez a 36. perc eseménye, és itt már Roa sem tud segíteni. Haudun volt az, aki közvetlenül a kapu közeléből be tudta tuszkolni a korongot. Nenál próbálkozott először, ebből született tehát a szépítő gól a klagenfurtiak számára, és sajnos aztán a vezető gól is meglett nekik, nagyot ugrunk előre az időben. Ez már az 51. perc eseménye, Matt Fraser az, aki bele tud nyúlni ebbe a korongba Roa mellett, és ő jutatja a kapuba Strong passzát végül, és aztán jöhetett a hosszabbítás, amelynek rögtön az első percében, sajnos tulajdonképpen nem sokkal az első bulit követően, Postmalog meg, és Koch passzából a győzelmet is megszerezte a Klagenfurtnak. Ennek a meccsnek tehát 3-2-es klagenfurti siker lett a vége, de sok idejük nem volt a srácoknak szomorkodni, hiszen két nappal később folytatódott a 3 meccses idegenbeli túra, és ment tovább a csapat Olaszországba, az Asiagóval kellett megmérkőzni, természetesen piros mezben ezúttal az olaszok, akik munkádár évén már az első harmadban megszerezhetik volna a vezetést, de Roa ezt a meccset is kiváló formában kezdte. Sajnos azonban a túloldalon Valini teljesítményére se lehetett panasz. Az olaszok kapusa először Terbocs, majd Erdély próbálkozásánál védett nagyokat, de ez természetesen azt is jelezte, hogy bőven akadtak veszélyes próbálkozásai a fehérvári csapatnak is a meccs első játék részében. Ez viszont már a második harmad. Finoro dolgozott lent a sarokban, és aztán Saracino az, aki ráküldte ezt a lövést Roa kapujára, de nem járt sikerrel az amerikai. Itt pedig Stipsic veszi át a korongot a semleges harmadban, hogy mindig a második játék részben járunk, és sutyomban megeresztette ezt a lövést, nem tévedett nagyon sokat, Vallini itt már tehetetlen lett volna, a kapuvas viszont kisegítette az olaszok kapusát, itt viszont már a vas sem tudott helyette semmit sem tenni. Erdély passzából Finli érkezik a túloldalon, és jár abszolút az elismerés Csaninak. Remek megoldás, ajtó-ablak helyzet ezzel a túloldalon, amelyet Finli nem puskázott el, vezette át a Fehérvár a mérkőzés közepén, a 31. perc legelején. És ezután sem volt megállás, Newell indul el, aztán Fournier már nagyon kisodródva húzza vissza középre a korongot, hasonló lehetett volna a helyzet, mint az előbb. Ebből viszont Kurátnak nem sikerült gólt szereznie. Aztán egy újabb Terbocs próbálkozás. Vallini azonban ezen is rajta volt, ami azt jelentette, hogy a harmadik harmad 1-0-ás fehérvári vezetéssel zárul. Ez tehát már az utolsó játékrész. Papírforma szerint legalábbis ugye az lett volna, de sajnos jön az egyenlítés a 45. percben. Vankus érkezik Moncada passzára. Ezzel tehát kiegyenlíti a mérkőzés állását az olasz csapat. Amely aztán a mérkőzés végén akár a győzelmet is megszerezhette volna, Gregorio Gyosz távolról megeresztett lövése. Itt látható és hallható, ahogyan a vasról pattan le. De végül is ebből nem lett gól, ami azt jelentette, hogy jöhetett a hosszabbítás, aminek viszont ezúttal sem örülhettek, hogy igazán a fehérváriak, mert ez a ráadás sem tartott nagyon sokáig, ezúttal másfél perccel az újrakezdés követően érkezik Gazzola, és ő szerzi meg a mindent eldöntő találatot, ezzel tehát a fehérváriak a második idegenbeli mérkőzésüket is ezen a túrán hosszabbítás követően sajnos elbukták. A mérkőzések előtt igazából nem szoktak elvárásaim lenni, ami a végeredményt illeti. Alapvetően ez egy jó mérkőzés volt, szoros mérkőzés volt. Az első harmad kifejezetten szoros volt, a második játék részben szerintem akár nagyobb előre is szert tehettünk volna. 10-12 igazán komoly gólszerzési lehetőségünk is akadt, de az ő kapusuk egészen kiválóan teljesített, ő tartotta őket a mérkőzésben, és aztán amikor a harmadik harmad úgy jön el, hogy csak egyetlen gól a különbség, akkor az tényleg bárkinek a győzelmét hozhatja. És amikor egy esélytelenebb csapat, ha egyáltalán esélytelennek nevezhetünk egy újonc csapatot, vagy egy a liga az most csatlakozó csapat,
csapatot, a harmadik harmadban egyenlít, akkor az egész mérkőzés pszichológiája megváltozik. Különben kezdve nagyon szoros lett a meccs a döntetlen után, és mi az egész szezonban nagyon rosszul teljesítettünk a hosszabbításokban. 4 vagy 5 hosszabbításunk volt már ebben a szezonban, és azt az egyet leszámítva, amikor a büntetőlövésekkel nyertünk, nem teljesítettünk jól a 3-3 elleni játékban, ezzel még dolgoznunk kell. Azért a vereségek ellenére a hangulat nem volt halálos november 1-én sem a csapat környékén, amelyről persze gondoskodott az is, hogy idén másodszor jelmezes edzést rendeztek Halloween alkalmából, amelynek a főmérkőzése a csípős hotdogok kergekacsák találkozó volt. A Halloween környéki idegenbeli túra harmadik állomása Graz volt. Itt játszott a csapat november 4-én a 99-esekkel. Ezúttal teljesen kék szerelésben a fehérváriak, és az úgy volt az első komolyabb lehetőség a mérkőzésen. Andrew Sarauer lógott meg ezzel a koronggal. Ekstrand azonban remetlen mozdulással védeni tudott. Aztán egy nagyon szerencsétlenül eladott korong a saját harmadunkban. Roa is rajta volt ugyan, picit mintha bele is ért volna a korongba, de azért a munka érdemi részét a vas végezte el a kanadai kapus helyett. Boger lövése így maradt ki végül. Ez már a második játékrész. Petan indít a saját harmadunkból. Erdély kapja ezt az egyébként egészen kiváló korongot, de neki sem sikerült gólt szereznie, Engström remek védésének köszönhetően, aki aztán Stipsic eszén is túl tudott járni. Alaposan megnézte a rövid alsót a fehérváriak hátvédje, de a svéd kapus ezúttal is remek napot fogott ki. Roára sem lehetett panasz a túloldalon, neki például Antonics lövésénél volt komoly dolga, de maradt a 0-0-ás állás. Így vágtunk neki a harmadik harmadnak, ahol ez a szerencsétlen korong akármi ki is foghatott volna a mieinken, de Zuzsevic lövésénél Roának végül is nem volt dolga, elkerült el korong a kaput. Nem ez volt a helyzet a másik oldalon, amikor végül is először Newell, majd aztán Petan találta el a kapuvasat.
Ez két hatalmas sansz. Másodjára ugye a keresztléc hárít már egyik helyzet nagyobb, mint a másik. Engstrandnak a szerencsével sem volt problémája ezen a mérkőzésen. Ami akár aggodalommal is eldöntette volna a mieinket a szétlövést megelőzően, mert hogy büntető párbajba torkolott ez a találkozó is. És végül is Hári most nem tudta belőni a saját büntetőjét Michael Balvinnel ellentétben a túloldalon, aki ezzel a szétlövésben tehát megszerezte a vezetést az olaszoknak, és mivel Finley büntetője végül is kimaradt, Engstrandnak nagy napja volt. Ennek is köszönhetően a Grász nyerte ezt a találkozót. Jó kis meccs volt, de szerintem meg kellett volna nyernünk. Nekik is volt néhány komoly helyzetünk, de alapvetően mi domináltuk a meccset, de nem tudtuk belőni a helyzeteinket. Gyorsan jött a lehetőség a javításai már hazai pályán. Egy nappal később, november 5-én az Innsbruckot fogadta a Hidrofehérvár AV 19. Ezúttal is sötétkékben a mieink, akik akár már az első harmadban megszerezhették volna a vezetés, hogyha Campbellnek egy kicsit nagyobb szerencséje van ezzel a lövéssel. Még mindig az első harmadban. Kurált kiugrása, nagyon nézi a passz lehetőségét, végül is megtartja a korongot. Visszahúz a középre, és csak akkor lő már, amikor a két hátvéd is ott állt így. Alapvetően csökkentve az esélyeit arra, hogy ebből az akcióból végül is sikerüljön gólt szerezni. Még mindig csak a 10. percben járunk, kettős ember előnyben a vendégcsapat, ahogy azt láthatják, és ennek meg is van az eredménye, megszerzi a vezetést az Innsbruck Brady Show találatának köszönhetően, mert ugye nem is olyan régen még a fehérváriakat erősítette Daniel Evans tette elé a korongot. De ezzel még nem értek véget az első játékrész eseményei, megint Campbell a koronggal, ezúttal Hári lőhet, meg is találta a kapu hosszú oldalát, és 2,5 perccel az első harmad vége előtt, ezzel a góllal ismét egyenlő az állás. Az első harmadot követően tehát egy-egy álltak a csapatok. Ez már a második játék rész. Wilson próbálkozott szűkszögből. Nem tudott túljárni Thomas McCallum eszélye. Nála sikerült védenie a kanadai kapusnak. Aztán lehetőség a túloldalon. Levens, aki az előbb a gólpasszt osztotta ki. Most saját maga eredményes. Ezzel másfél perccel a második harmad kezdetét követően ismét vezetnek az Innsbruckiak. Lukas Bári volt a gólpassz. Eseménydús volt ez a játékrész, még mindig csak a 7. percben járunk. A szünetet követően O'Brien tüzel, nem sokkal a kék vonal elől. Magosi passzát követően takarásból. Kurált az, aki igyekezett megnehezíteni McCallum dolgát. Nem ér hozzá végül is a szlovén a koronghoz, úgyhogy a hátvédé a találat, amivel tehát megint egyenlítenek a fehérváriak. Ez már a 15. perc a második harmadban. Shaw megy el a kapu mögött és húzza vissza a korongot. Winkler át a másik oldalra. És Coulter találatának köszönhetően harmadjára is előnyben az Innsbruck. Rá nagyot nyújtózkodott, de ezt nem lehetett már megállítani. De még a második játék részben meg lehetett volna ismét az egyenlítés a fehérváriak számára. Finley passza után viszont McCallum óriásit véd Newell lövésénél. Ez azt jelentette tehát, hogy az utolsó játék részt megelőzően vezettek az osztrákok. A mieink viszont gyorsan jelezték a harmadik harmad kezdetét követően, hogy nem kívánják ennyiben hagyni a dolgot. Először Nilsson volt az, aki megkerülte a kaput és megpróbált kifogni McCallumon. A kanadai kapus ezúttal is kiválóan reagált. Aztán a 47. percben Erdély csap le a korongra, Petan a kapu előtt, nagyon okos mozdulat Fonákkal. Gyakorlatilag háttal a kapunak sikerül gólt szereznie. Ez pedig azt jelenti, hogy megvan harmadik alkalommal is a mérkőzésen az egyenlítés a Hidrofehérvár AV 19 számára.
sőt, az 51. percben kettős fehérvári ember előny ezúttal, és ez sem maradt kihasználatlanul. Hári a gólszerző, Petan passzát követően először a meccsen nagy nehezen megvan a vezetés a fehérváriak számára. És ugye ezzel az egyik a két kiállításból még érvényben maradt, de sajnos de ez végül is nem hozott túlságosan sok jót a fehérváriak számára, mert hogy itt először Sószeresz korongott Roa az ő kiugrásából még megakadályozza az Innsbruckiak egyenlítését. Póter ismétlésénél viszont már ő is tehetetlen, betuszkolja a korongot a két mamut között az osztrákok játékosa. Így tehát egy bő percig tartott csak a fehérvári vezetés. És nagyon úgy nézett ki, hogy a fehérváriak ötödik mérkőzése is zsidorban, hosszabbításba torkolhat. Ez a 60. perc már a mérkőzésen, 20 másodperc sincsen az órán, amikor Simon Borg lövésre szánja el magát, ami pedig sajnálatos módon megtalálta az utat Roa hálójába. Ez pedig azt jelentette, hogy egy izgalmas, tartalmas, fordulatos mérkőzésen a Fehérvár végül is ezúttal a rendes játékidőben szenvedett vereséget 5-4-re az Innsbruckkal szemben. Ez az év kicsit más az idén. Azokon a meccseken, amelyeken korábban megtaláltuk a lehetőséget a győzelemre, mostanában megtaláljuk a lehetőséget a vereségre. Szorosak a mérkőzéseink, általában több lövésünk, több lehetőségünk van a gólszerzésre, mint az ellenfeleinknek, de a lényeg persze ebben a játékban, hogy megszerezzük a győzelmet, és ez mostanában nem jön össze. Az az egy gól nincs meg ezeken a meccseken, ezen kell dolgoznunk. Mindennek köszönhetően a fehérváriak jelen pillanatban 22 pontjukkal a 8. helyen állnak a bajnokságban, amelyet a Bolzano vezet, de csalóka persze az élmezőny is, hiszen az Salzburg 3 mérkőzéssel kevesebbet játszott. A táblázat alján jelen pillanatban a Vorarlberg, amelyre legközelebb 2 hét múlva nézhetnek rá, a mi segítségünkkel. Tartsanak velünk akkor is, a viszontlátásra!